Már 15 embert vett őrizetbe a francia rendőrség a pénteken meggyilkolt francia történelem tanár ügyével kapcsolatban. Köztük van az a 4 diák is, akik pénzért megmutatták a gyilkosnak, hogy ki Samuel Paty. A nyomozókat az is érdekli, hogy mit tudtak a készülő merényletről. A francia muszlim tanács képviselői egy szálvirággal és közös imával tisztelegtek a pénteken meggyilkolt történelemtanár emléke előtt. Az iskola előtt tartott megemlékezésen egyöntetűen hangoztatták, hogy ami történt, az nem az iszlám. Arra kérjük az ország vezetőit, hogy valóban keressék meg a pincékben bujkáló, a világhálón rejtőzködő ellenségeinket, akik gyermekeinket manipulálják, mondta egyikük. Az internetet ellenőrizni kell, mert jó eszköz, de egyben veszélyt is jelent, mondta egy másik imám. Egyre több részlet derül ki a múlt pénteki kegyetlen gyilkosságról, és az őrizetben lévők száma is tovább nőtt. Már 15 embert kérdeznek ki a nyomozók arról, hogy mit tudnak és milyen kapcsolatban álltak a tanár gyilkosával. A 47 éves Samuel Patyt azért fejezte le egy 18 éves csecsen származású támadó, mert a szólásszabadságról tartott óráján Mohamed karikatúrákat mutatott a tanulóknak. Az elkövetőt lelőtték a rendőrök. Hétfőn előállították a középiskola azon 4 diákját is, akik 300 euróért cserébe megmutatták a támadónak a kiszemelt áldozatot. A gyilkos azt hazudta nekik, hogy videófelvételt akart készíteni a tanárral, azt remélve, hogy bocsánatot kér az Isten káromlásért. A nyomozók arról faggatják a tanulókat, mit tudtak a készülő merényletről. A nyomozás középpontjában mégis az a már előzetes letartóztatásban lévő 61 éves francia-marokkói iszlamista aktivista áll, aki egy nappal a gyilkosság előtt elkísérte az egyik tanuló apját egy találkozóra az iskola igazgatójával. Ezután közzétett egy videót, amelyben Samuel Paty tanár elbocsátását követelte. A férfi már 15 éve szerepel a nemzetbiztonságot komolyan veszélyeztető személyek listáján, de soha nem tartóztatták le. A hírszerzés most is úgy beszélt róla, mint aki csak részt vett a világhálón folytatott vitában. A belügyminiszter szerint azonban a tanár lejáratásával ez a férfi és cinkos társa, a diák apja, fatvát, vagyis halálos ítéletet hirdettek a tanárra. Az eset újraindította a vitát a közösségi hálók szabályozásáról Franciaországban. 10 éve már, hogy a terrorcselekményeket fokozatosan terjesztik a közösségi oldalakon. Az áldozatok számára ezt nehéz feldolgozni, mert megértették, hogy ez valójában a gyűlöletre való felszólítás. Tűrhetetlen, hogy ezek az oldalak továbbra is terjeszthetik ezeket az információkat, mondta a terrorizmus áldozatainak egyik ügyvédje. Tavaly volt egy próbálkozás a törvény megváltoztatására, de a francia alkotmánytanács elutasította azt. Ma a törvény hiányos és nem elég gyors. Nincs felelősség a közösségi hálókért. Hatalmas erőt kell befektetni azért, hogy ítélet szülessen, mert önszántukból nem szüntetnek be egy közösségi oldalt sem, mondta egy másik ügyvéd. A támadó előállított családtagjai a nyomozóknak elmondták, a fiú az elmúlt egy évben radikalizálódott. Szüleinek megemlítette ugyan a középiskolai vitát, amiről az interneten olvasott, de a merénylet tervéről állítólag nem beszélt.